sziasztok, én Spiller vagyok. Én pedig Jerry, sziasztok. Ez itt a Real Movie Studio, mai alanyunk pedig nem más lesz, mint az az. Hát én előre leszögezném, hogy nem olvastam a könyvet, de te pedig olvastad, Jerry. Olvastam, igen, és a régi filmváltozatot is láttam. És hát nekem nem tetszett. Hát ugye te azért már állsz hozzá másképp, mint én, mert egyrészt, amit mondtál, nem olvastad a könyvet sem, másrészt pedig a régi filmváltozatot sem láttad. Igaz, hogy az már 27 évvel ezelőtt is megbukott filmnek számított, tehát akkor sem volt jó film, és már annak idején sem ment a mozikba. Ugye a régi változat az két részből áll, ugye az első az egy másfél órás film, a második az szintén egy másfél órás film, ami igazából egy sorozat több részéből van összerakva, ahogy én azt olvastam. Hát a régi az abszolút nagyon-nagyon csapongó volt, zagyvalék volt, ugye az első részben megismerik a gyerekeket, ugyanúgy, mint ugye a új filmváltozatban is, és ugye a folytatás az pedig 27 évvel később játszódik, amikor a gyerekek felnőnek, és ugye újra visszatér, ugye Pennywise, ugye, ki rosszabb, mindegy legrosszabb rémálom. Az esélytárnak nyugalmával ültem be a filmre, hogy jó lesz ez. Az első 5 percben nagyon jó volt ez, amikor a kisfiúnak, a 6 éves kisfiúnak letépte a kezét. Valóban jobban indul a film, és egy kicsit jobbat ígér, főleg azok számára, mint mondtam, ugye, akik nem ismerik annyira ezt a történetet, de én azt mondom, hogy sokkal jobb történet lett filmen kihozva belőle, mint mondjuk a régi filmváltozat, vagy mint ahogy a regényben meg volt írva. De a regényben is zseniális tényleg. Ugye végülis ugye az a lényeg, ugye, hogy Pennywise 27 évente ébredt föl, hosszú álmából, hosszú pihenőjéből, és ugye utána egy éven keresztül marad aktív. De viszont ugye, amikor elmegy a 27 éves pihenőjére, ez ugye a filmből nem derül ki, csak a könyvből, ami egy apróska érdekesség, hogy a 27 év alatt is néha-néha felébred, és mégiscsak néha-néha eltűnik egy-egy gyerek. De ugye a filmben csak az derül ki, hogy 27 évig nyugalom van, és akkor 27 évente mindig visszatér, de amúgy 2019-ben jön ennek a filmnek a második része is, és ugye már voltak találgatások, hogy melyik gyereket, ugye melyik felnőtt híres színész játsza majd a folytatásban. Hát kíváncsian várom azt is, de én veled ellentétben nem csalódtam a filmbe egyáltalán, mert most végre tényleg ez a filmrendező úgymond tényleg kitett magáért, tehát azokra a momentumokra odafigyelt a regényből, ami tényleg sokkal ijesztőbbé tették ezt a filmet, mint a régi filmváltozatot, tehát most tényleg jobban lehetett érezni a film atmoszférián azt a rettegést, mint amit a könyvön is érez az ember, mikor olvassa. Furcsa kisvárosban Derryvel járunk, 1988 nyarán, ahol ugye 2-3 annyi gyerek és felnőtt tűnik el, mint másút. Kijárási tilalom van, megkeresik az eltűnt személyeket, kitör a nyári szünet, 4 jóbarát nyakába veszi a várost, hamarosan csatlakozik hozzájuk Ben és Beverly. Életüket megnehezíti a végzős banda, akik ugye vesztes bandának csúfolják őket, tehát mondhatjuk, hogy az életük nem egy leányálom. Ám ugye később a fiatalok rájönnek, hogy ezek a furcsa eltűnések nem a véletlen művei, amik ugye, ahogy mondtad, 27 évente történnek. Egy bóc ruhába öltözött őrült járja a várost és a csatornákat, akit ugye a félelem táplál, és a brutális dolgokat csinál, ahogy láthattuk a film elején. Fiatalok ugye el is nevezik aznak, nem mellesleg az felelős egyik társuk kisöcsének az eltűnéséért is. Ugye az is egy érdekesség, hogy sokan, tehát a karakterek is a történetben, a regényben is azt hiszik, hogy ő tényleg egy bóznak öltözött ember, holott a történetben Pennywise, a krajcáros, ugye így is szokták emlegetni, ő a történetben valóban így néz ki, tehát olyan legendák is vannak róla, hogy ő már több millió éves egy másik bolygóról jött, egy másik univerzumból, vagy esetleg egy másik dimenzióból, vagy esetleg a múltból, vagy a jövőből, de az eredeti történet szerint ő is ember volt az 1600-as években, és a rendező megért, hogy a második rész első negyed órája a Pennywise eredetéről fog szólni, tehát ahol az 1600-as évekbe fogunk járni, és valami borzalmas, szörnyű eseményt követően fogjuk látni azt, hogy hogyan vált egy ilyen gyilkos, különleges képességekkel megáldott bohóccá. Igen, én éppen ezt hiányoltam az első részből, tehát ki most miért pont bohóccá költözött, vagy miért csinálja ezt, amit csinálja, de hát akkor választ kapunk annyira, rá. Annyira igazából ez nem Stephen Kingre volt, tehát Stephen King nem szereti annyira túlmagyarázni, túldimenzionálni a dolgokat, nem foglalkozik ilyenekkel, ha például valaki nem ért meg valamit, hogy jaj, akkor írjunk neki egy előzményt, vagy akkor csináljunk nem tudom hány folytatást. Nem, ő azt leírja, a teljesen egyedi utánozhatatlan
stílusába, aki érti, érti, az nem, akinek tetszik, tetszik, akinek nem tetszik, nem tetszik. Tehát ő nem híve ezeknek, hogy legyen 5 része meg 10 része könyvön bármelyik művének, nem csinál spin-offokat sem, előzményeket sem. És ezt valóban filmen is próbálják átadni, hogy nem szeretnének túl sok részt csinálni belőle, de úgy látszik, hogy Pennywise tényleg megkapja a maga kis negyedórás eredetsztoriát a második részbe. Amiért én viszont arra nagyon-nagyon kíváncsi leszek, mert az viszont könyvön nem volt annyira kibontva, de remélem, hogy azért az a negyed óra tényleg tartalmas lesz, mert ez szerintem arról külön filmet lehetne csinálni az ő eredetsztoriáról tényleg, ha tényleg ő is ember volt. De Bill Skarsgård én szerintem remek választás volt. Hát szerintem is remek választás. Sokkal jobb volt, mint annak idején Tim Curry, holott igen, Tim Curry is hatalmas színész, még Bill Skarsgård messze nincs olyan híres, mint Tim Curry, de mégis valahogy ez a szerep mégis jobban ráillett egy kevésbé ismert színészre. Én azt mondom, ez egy korrekt horrorfilm volt, csak azról kellett volna szólnia, tehát sokan mondták, hogy a gyerekek elvitték az időt. Lehet, hogy inkább az első résznek kellett volna jobban az eredet sztorira rámenni, a filmnek az első, vagy a első felébe, vagy a második felébe, és akkor így már nyugodtabban játszhatott volna a film második része, majd 2 év múlva ugye a gyerekek felnőtt jövőjéről. Hát eredet sztorit inkább első részbe kellett volna beletenni, mint a másodikba, de hát most, hogyha a második rész úgy nyit, igazából oké, legyen úgy. Úgyis igazából a második rész arról fog szólni, hogy a történet majd ide-oda ugrál az időbe, idézőjelbe, tehát hol visszaemlékeznek gyerekkorukra, hol a felnőtt korukat mutatják, de minden esetre kíváncsian várom, és bízom benne, hogy azt nem rontják el úgy, mint a régit. Hát összességében nekem jó volt, főleg az eleje, de ugye a végére ugye elvesztette a lendületét szerintem. Hát a nagyon-nagyon végére abba valóban van valami, de ne felejtsük el, hogy ilyen lesz egy második rész is. Én ezt nagyon erős 8 pontot adok a filmekben, nagyon elfogult vagyok, és amúgy 7 pontot adnék, de én mivel imádom Stephen Kinget, ezért adok neki 8-ot. Akkor így is búcsúzunk tőletek, hát 2019-ben játjuk a filmnek a második részét, de hát mi annál előbb fogunk jelentkezni. Októberben hamarosan fogunk jönni. Hello! Sziasztok! Stephen King legfélelmetesebb regénye. Nézzétek! A csatorna hálózat olyan, mint egy labirintus. Az ott lakik Len. Most mi van? Bill! Mi történik? Mi történik? Kapcsol ki! Mire is félek? Hamarosan. Mi az, amitől félsz? Az.